Tarap, 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 tarap. Azt hiszem, jó minden. Hoppá! Ugye? Turbóca. Én mondtam. Haha. Jó játékot. Köszi! Játék az nem lesz. Csak itt pofázni fogok a semmiről. Nagyon nem. Tehát most itt aranyosan fogjátok itt látni itt a nagy képernyőt. De csak azért, hogy hallgassátok, hogy én itt miről dumálok. Na, de akkor bele is kezdek itt a nagy dumámba. Amúgy is már picikét csúszásba vagyok, mert én ezt aranyosan eldöntöttem, hogy 18.30-kor én ezt az egészet elkezdem. 18.42 van, semmi probléma. Szóval... aki már így... vígan, vagy hogy is fogalmazzak. Így bőszen benne van már a... a ligába, a ligának a kis történelmébe, meg a ligának a kis mindennyébe. Ő már így láthatta azt, hogy... hogy... csak pillanat, csak itt mindenfelé kommunikálok, nem mindegy. Szóval... lényeg a lényeg, októberben már volt egy ilyen hasonló műsor, ami tulajdonképpen nem a ligáról szólt, hanem ugye akkor a rempeseknek volt, úgymond az ilyen első, hát hogy is mondjam, évfordulójuk. Ez kicsit olyan érdekesen hangzott, na mindegy. És én úgy voltam vele, hogy mivel, hogy a rempesek is kaptak egy ilyent, kapjon már egyet az ember is, ugyanis én akkor innen szeretnék mondani az embernek is boldog születésnapot kívánni, ugyanis az embernek a mai napon alakultak meg tulajdonképpen egy éve, ugyanis ezt nagyon, hát hogy is fogalmazzak, elég egyszerűen le tudtam nyomozni, hogy vajon milyen napra kötődött ez az egész dolog. Szóval igen. Szóval még szerencsétlen ember is, hát egy pár héttel, de idősebb, mint mi. De egy picikét szeretnék arról beszélni, hogy miért. Tehát miért van ez az egész? Ugye az MR-rel már jóval hosszabb ideje óta megvan a... ez a kis együttműködésünk. Mondjuk azt, hogy... így akkor még mindössze 3 hetes volt a CC4C. És akkor jött úgymond ez a... kis ihlet, ugye az MR től alias Robi kollégától, hogy akkor mi lenne, hogyha esetleg össze
összeboronálnánk a két ligát, és akkor tök jó lesz mindenkinek. Ez teljes mértékben így is lett, és én továbbra is azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó döntés volt mind a ligának, mind nekünk, mind az MR-nek, úgymond, hogy így össze boronáltuk magunkat, tehát az nagyon-nagyon fontos kijelenteni, hogy önálló CCNC és F1-es liga futam nem volt. És én meg is mondom a tutit, nem is tervezek. Tehát én teljes mértékben tervezek. Lemaradtam az elejéről, engem belemondtál. Igen, egyem a kis szívedet, Ádám. Még annó, abban a kis 3 hétben még úgy Ádám is itt volt, Turbóval együtt egyébként ebbe a kis buliba, aztán úgymond őket is így hoztam át magammal, így ezt a kis teljes addig kialakult csomag itt jött át, így konkrétan MRS-től, mindenestől. És ugyebár januárban meg is jött az első futam, lezajlott az első szezon első futama, és ugyebár azóta lement egy komplett első szezon, és lement a második szezonnak az eleje. Eleje, fele, több mint a fele. Ugyanis most ugye hétvégén majd Belgiumban folytatódik a száguldozás, amit sajnos ezen a csatornán kivételesen nem tudtok végig tekinteni, ugyanis nem... Én legalábbis nem leszek jelen Belgiumba. Futamattól függetlenül lesz, de sajnos nélkülem. Úgyhogy innen is tudom majd így mondani, hogy akkor majd itt lehet követni majd a futamokat. De természetesen YouTube-on majd ugyanúgy kint lesznek, meg majd ugyanúgy meg lesz csinálva majd minden jóság. Csak most úgymond itt a saját szemszögemből élőben lehet majd nézni. Na, mit akartam még elmondani? Ja, hát persze. Januárban elkezdődött ez az egész. Tényleg lassan, de biztosan épült-szépült. Nagyobb volt a liga. És ugye áprilisban volt az, hogy jött az ihlet, hogy akkor, mivel már tényleg nagyon sokan voltunk, hogy akkor legyen A-liga, legyen B-liga. És akkor lett A-liga, B-liga, utolsó 6 futamra, aztán a második szezont is úgy hirdettük meg, hogy A-liga, B-liga, aztán végül nem lett belőle A-liga, B-liga, hogy aztán miután ezt az egész hatjuk halálát előadjuk, visszahozok a B-ligát 2 futam után. Tehát picikét... Érdekes volt, de az a lényeg, hogy most már itt tényleg kimerem jelenteni azt, hogy így másfél szezon elteltével és 50 darab futam lemenetele után te kimondhatom azt, hogy most már úgy van egy olyan A és B liga, ami tényleg ilyen, hát hogy is mondjam, stabilan tudja hozni a létszámát. És ez tényleg tök jó. Úgyhogy én nem is tudom, hogy esetleg van-e még olyan momentum, amit így ki tudnék ragadni. És ráadásul ugyebár a két szezon között, hogy az első és a második között szezon között kimondhatjuk azt, hogy nem bomlódott szét a gárda tulajdonképpen. Nagyon-nagyon sokan elmentek egy első szezon után, az tény és való, de úgymond maga a kemény mag az itt maradt velünk, és az a bizonyos kemény mag a mai napig itt van velünk. Úgyhogy... És szerintem nagyjából ennyit terveztem elmondani, így röviden, dióhéjban. Én tényleg nagyon-nagyon örülök,
hogy majd visszahallgatom. Szóval én tényleg nagyon-nagyon örülök annak, hogy úgymond ez a lehetőség, ez így, hát megjött, de most mennem kell. Egyem a kis szíved, Ádám. Szóval tényleg örülök ennek, hogy jött ez a lehetőség. De igen, voltak mélypontok is, de most az... Ezt is így meg kell említeni, na. Ugye, Ádám? Szóval tényleg örülök ennek a lehetőségnek, mert én megmondom őszintén, én a mai napig úgy gondolom azt, hogy ha úgymond két külön úton ne. Szóval, hogyha két külön úton folytattuk volna, vagy kezdtük volna el úgymond a ligás pályafutásunkat, nekem csak mély ponton van. Az énem. Szóval elkezdem 20-adjára is a gondolatmenetemet. Szóval, hogyha két külön úton kezdtük volna el ezt az egész ligázást, akkor... Bocsánat, vissza is tértem. Jó van már! Dupla edzésem se nyert a rajtról, nem is beszélve. Jó van már! Jó, nyugi. Nyugi. Na tényleg megyek jó mesélést. Hát most itt tényleg fölcsaptam itt mese... minden mese embernek. Hát ez ilyen. Szóval, és szerintem én, hogyha ha külön elkezdtem volna így csak CCNC-t nyomatni azzal a 7-8 emberrel, akit úgy összetudtunk szedni az alatt a 3 hét alatt, akkor én nem tudom, hogy akkor itt ülnék-e most. Szerintem nem. Mert lehet, hogy már így réges-rég azt mondtam volna, hogy gyerekek, ezt így nem. De összeolvadtunk, és szerintem kimondhatjuk azt, hogy most éppen per pillanat virágzik a liga, és ez nem csak az F1-re vonatkozik, de úgymond most csak az F1-ről beszélgetünk. Tehát tényleg nagyon-nagyon sokan vagyunk, nagyon-nagyon tényleg egyre jobb futamok vannak, erősödik a mezőny, úgyhogy én tényleg örülök ennek, hogy örültem, és továbbra is örülök ennek a lehetőségnek, hogy van ez, és hogy tudjuk ezt a kis közös mókánkat tolni. Csak a 16-os kóp. Hát igen. Úgyhogy én még egyszer tényleg szeretnék az MR felé indítványozni ezt a kis szövegemet, hogy boldogságos születésnapot, ugyebár. És én tényleg remélem azt, hogy ez csak folytatódni fog. Ez az út, ez a lehetőség, ez a... Hát, mondhatjuk ki, hogy ez a kis dolog. Ugye majd természetesen majd ugye már korábban be lett jelentve, ugye vasárnap, hogy jön majd a harmadik szezon, ugyanezzel a felállással. Tehát az is biztos, hogy a harmadik szezon is úgymond ilyen közös termés lesz, de természetesen nem kell félni, nem lesz lebontva a harmadik szezon után a történet, félre ne értsen senki se, természetesen majd harmadik szezonon túl is majd folytatni fogjuk a közös munkát. Aztán majd jön december 8-a a CC4C-s évforduló. Jó nagy programmal.
Hát csak nehogy márciusban jöjjön a 20. Na akkor fogok kiégni. Nagyon durván, turbó. Úgyhogy... Én ennyit szerettem volna. Köszi szépen a figyelmet. Sziasztok!